Ez a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. Szakmai és családi programok kiállítók tudhatjaival ma est tartott a Kán Egyetemi Napok. Ez a Honi Agrárium egyik legnagyobb rendezvénye. Névadójára emlékezett a közelmúltban a Matek-Kaposvári kampuszának roma szakkollégiuma. Ő Szent András István festőművész volt. Amíg felújítják a Róma villát, addig az ottani alkotásokat és használati tárgyakat a belvárosban állítják ki. A kincses tárlat pár hónapig lesz látható. Jó estét kívánok! Csak nem 100 kiállítóval, családi és szakmai programokkal, nagy koncertekkel várja az érdeklődőket az idei Kán Egyetemi Napok. Az ország egyik legjelentősebb állattenyésztési seregszemléje ezúttal is kiemelt figyelmet fordít a fiatalokra. A legszebb fogatok, tenyészbikák és borjak is felsorakoztak a Kán Egyetemi Napok megnyitó ünnepségére. Az ország egyik legnagyobb ilyen jellegű rendezvényén Kaposvár polgármestere köszöntötte a résztvevőket, majd a fiatalokhoz is szólt. Mert kedves fiatal barátaim, amit mi nem tudtunk megoldani, és amit elrontottunk, azt nektek kell helyrehozni. Nincs mese. Gondoljatok az idei évre. Két hónapos aszály, utána árvíz, és ezt tapasztaljuk évről, évre. És gondoljatok ilyenkor mindig arra, hogy itt van a mezőgazdaság. Élelmiszert kell termelni, növénykultúrát fenn kell tartani, takarmányt kell adni. A kiállításon a legkorszerűbb mezőgazdasági technológiák is megtalálhatóak, akár csak a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kutatási eredményei. Csúcstechnológiai ágazattá vált a mezőgazdaság, a digitalizáció megjelenik, a robotika, az űrtechnológia és természetesen a hagyományos ismeretek, a hagyományos tudás is. Mi egy korszerű egyetemet építünk, egy olyan korszerű egyetemet, amely az elmúlt években Kaposvárral együtt és az öt kampuszával együtt feliratkozott a világ felsőoktatási térképére. Az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára pedig arról beszélt, hogy az állattartásnak, ahogy ma, úgy a jövőben is meghatározó szerep jut majd a magyar mezőgazdaságban. Büszkén mondhatom, hogy a magyar állattenyésztők és állattartók számára uniós összehasonlításban is a legnagyobb számú támogatási jogcím áll rendelkezésére. Minden lehetőséget megragadtunk az elmúlt években ezek bővítésére, az uniós szabályozási és a magyar költségvetési keretek között. A 80%-os kiegészítő nemzeti finanszírozásnak köszönhetően jelentősen nőttek a lehetőségeink. A háromnapos rendezvényen csaknem 100 kiállító várja a látogatókat. Az egyik standnál például a legeltetés állattartás jó gyakorlatai gyűjtötték össze. A legeltetést, az állattartást úgy szervezni, hogy lehetőleg ne zsaroljuk ki a gyepeket, és hát ez egy nagyon fontos szempont. Nálunk nagyon gyakori a túllegeltetés, amikor csak az állatoknak a jólétét és a táplálékát tartjuk szem előtt. Nézzétek, titkos írással rajzoltam valamit erre a papírra. Itt pedig már a MATE intézetei mutatkoznak be. A legkisebbektől a nagyobbakig mindenki hasznos tudással gyarapodhat. Ez is az egyik cél, hiszen több ezer iskolás látogat el az idei seregszemlére is. Ugyan eddig még csak a közel 900 ezer hektáros termőterület feléről takarították be a kukoricát hazánkban, de az már biztos, hogy lesz elegendő mennyiségű és minőségű termés a hazai ellátáshoz, és nem lesz szükség importra. Ezt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Gabona Termesztők Országos Szövetsége, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége írta ma egy közös közleményben. A három szervezet ezzel azokra az álhírekre reagált, amelyek szerint Magyarország behozatalra szorulna kukoricából. Ezek a szóbeszédek azért veszélyesek, mert aláshatják a termelők, a felvásárlók és a feldolgozók közötti bizalmat, és tovább súlyosbíthatják az aszállyal, illetve a kedvezőtlen piaci viszonyokkal küzdő gazdálkodók helyzetét. Elkészült a Nemzeti Népegészségügyi Stratégia, amely az elkövetkező 10 évre határozza meg a fő célokat és tennivalókat. Ezt a belügyminisztérium államtitkára jelentette be a napokban. Takács Péter hozzátette, a dokumentum a megelőzést és a korai betegségfelismerést helyezi előtérbe.
A döntéshozók ugyanis azt szeretnék, hogy a magyar emberek egészségben eltöltött éveinek száma növekedjen. Kaposvárnak is ez az egyik legfőbb célja, ezért is nyitott meg az ingyenes szűrőközpont a közelmúltban a Polgárok házában. Nem csak a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszára felvételizők száma döntött rekordot az idén, de az intézmény roma szakkollégiuma is csúcsra jár. Ez derült ki a napokban egy, a névadó előtt tisztelgő Szent Andrási István emlékkonferencián. A szakkollégium célja a kezdetek óta változatlan, közösségépítéssel, ösztöndíjakkal és tehetséggondozással segíteni a diplomaszerzésben a hátrányos helyzetű fiatalokat. Roma művészek műsora színesítette idén is a Szent Andrási István Egyetemi Roma Szakkollégium emlékkonferenciáját. A névadó Kossuth Díjas festőművész sokszor megfordult Kaposváron, hogy tanítsa és bátorítsa az itt tanuló fiatalokat. Tulajdonképpen ez a szakkollégium küldetése is. Azokat a fő célokat fogalmaztuk meg, hogy a szakkollégisták számára biztosítsunk teljesítményhez kötött ösztöndíjat, biztosítsunk nekik hozzájárulást a kollégiumi elhelyezéshez, segítsük a mentori tevékenységet a szakkollégiumi munkájukban, illetve biztosítsunk nekik lehetőséget tanulmányutakra és különböző workshopokra annak érdekében, hogy egy közösséget kovácsoljunk ebből a szakkollégiumból. A fórumon elhangzott idén nem csak a Mate Kaposvári kampuszára jelentkezők száma döntött csúcsot, de most a szakkollégiumba is majdnem minden eddiginél többen járnak. Nem volt még ilyen sikeres felvételi időszakunk, sikerült 10 új tagot felvennünk, és így már 30-ra nőtt a szakkollégiumnak a létszáma, ami hát nem volt a nagyon-nagyon régen. Egyetlen egyszer voltunk 30 fő fölött. A roma szakkollégisták többsége valamilyen pedagógiai képzésen vesz részt, emellett ők maguk is mentorok, mert hátrányos helyzetű általános, illetve középiskolás diákokat segítenek a tanulásban. Országszerte több mint 100 ingyenes szakmai és családi rendezvényel várják az érdeklődőket az Erdők hetén, szeptember 30-a és október 6-a között, közölte ma az Országos Erdészeti Egyesület. A szervezet tájékoztatása szerint az 1997 óta megrendezett programsorozat célja, hogy megismertesse a nagyközönséggel a Magyarország területének 1/5 borító erdőállomány páratlan gazdagságát, közjóléti és a nemzeti vagyonban betöltött szerepét. A jövő heti kínálatban vezetett túrák, játékos vetélkedők, tárlatlátogatások, koncertek és kis vasutazások is szerepelnek. A Kasi mind a 8 szakosztálya felvonult tegnap Kaposváron. A sportágakat a rendszeres mozgást és az egészséges életmódot népszerűsítő programnak sztár vendége is. Ma van a turizmus világnapja. Ebből az alkalomból több vezetett sétát is szervezett a Kaposvári Turinform iroda. A Somogyi Vármegye székhely évről évre egyre népszerűbb, az ország és a világ minden tájáról érkeznek ide vendégek. Az 1800-as évek közepén kerül oda, egy fűszerkereskedés volt alatta. Tehát ez az utca, amin keresztül jöttünk, ez volt egykor a kereskedőknek és nyilván a vásárlóknak is az utcája. Az elefántos cégér történetéről mesél az idegenvezető Kaposvár belvárosában, de a főtér nevezetességeit is szívesen hallgatja ez a 40 fős budapesti csoport, amelyik hamarosan a Zselicbe is ellátogat. Mai nap az Kaposvár, tehát a városnézés és a múzeum, ugye a riprónai festményekkel. Nagyon sajnáljuk, hogy a római villát jelen pillanatban ugye tatarozzák a tetőszerkezetét. Aztán kimegyünk Zselic-Kisfaludra, holnap van a csillagda, a csillagvizsgáló, utána Kisvasút, Alma melléki Kisvasút, Pipa múzeum és utána Bőszénfa. A vezetett túrák egyre népszerűbbek a városban.
Jövő hétfőn, tehát szeptember 30-án hétfőn egy színházparki sétát teszünk. Ennek is lesz egy meglepetés programja, úgyhogy szeretném a kaposváriakat invitálni, ha még nem késő és nincs programjuk, akkor 16 órakor várjuk őket az Oroszlános szobornál. És egy különleges programunk lesz még október 4-én, amikor a börtönbe látogatunk el, tehát van egy olyan hely, ami Rabulejt. Ez pedig már az egyik apartmanház Kaposváron, az elmúlt hónapokban folyamatosan teltházzal működnek. Szerencsére nagyon sok kirándulás volt, túrázós csapataink jöttek öten, jöttek hárman, volt, aki egyedül túrázik, és voltak olyan osztálytalálkozók, családi rendezvények, akik messziről jöttek, és így a szállást is igénybe vették az étteremen kívül. Az ENSZ turisztikai világszervezetének kezdeményezésére 1980 óta minden évben szeptember 27-én emlékeznek meg a turizmus világnapjáról. Megújul a kaposvári Adi-Endre utca egyik legszebb épületének, az úgynevezett három testőrháznak a homlokzata. A beruházáshoz az önkormányzat a saját tulajdonrészre eső költségeken felül még 5,8 millió forint támogatással járul hozzá, így összesen 11 millió forintot fordít a munkálatok finanszírozására, tudatta közösségi oldalán a város alpolgármestere. Pintér Rómeó azt írta, a felújítás keretében az épületről nyomtalanul eltűnt testőrszobrokat is reprodukálják és visszahelyezik. Ripon Rónai személyes tárgyaiból, valamint festményeiből válogat az a tárlat, amely tegnap nyílt meg a róla elnevezett múzeumban. A Róma Villa kincsei című tárlat a festőóriás egykori lakhelyének a felújítása alatt várja a látogatókat a belvárosban. Személyes tárgyak is helyet kaptak ezekben a vitrinekben, köztük olyan használati és dísztárgyak, amelyek nem biztos, hogy feltűntek a látogatóknak a Róma villában. Mivel azt az épületet felújítják, ezért teljesen ki kellett üríteni, így került a mostani kiállításba a kincsek egy része. A mai kiállításunkat valamelyest a kényszer szülte. Az ünnepélyes megnyitón Kaposvár alpolgármestere Pintér Rómeó kiemelte, fontos, hogy a felújítás ideje alatt sem maradjanak riprónai művészete nélkül a városlakók. A villa teljes tetőszerkezetét, nem csak annak héjazatát, hanem a komplett tárcsolatot kicseréljük, teljesen új és egyébként korhű megoldásokkal ezt felújítjuk, és mindez kiegészítve energetikailag is és gépészeti szempontból is teljesen megújul a riprónai villa. Ez a munka a napokban kezdődött el, operatív módon jelenleg is dolgoznak a villa épületén a szakemberek, és 47 millió forintot költ rá Kaposvár megyei Jógu város önkormányzata. A Róma Villa kincsei című tárlat egy új szemszögből mutatja be a művész hagyatékát. Egy kicsit a családias, személyes megközelítését próbáltuk Riprónainak a kiállításon vonzóbbá tenni. Így például a vitrinekben most kiemeltük a személyes tárgyait, amely a mindennapokba vette körül őt a villában, vagy azokat a családi képeket állítottuk a középpontba, amelyek a számára mindig is nagyon-nagyon fontos voltak. Riprónai alkotásaiból pedig a közeljövőben Szekszárdon nyílik majd tárlat. Remélhetően a villa januárra elkészül, és akkor minden festmény, illetve tárgy visszakerülhet a megszokott helyére. Letért az úttestről, majd két fa közé szorult egy személyautó tegnap Bőszénfa és Boldogasszonyfa között. Az oldalára borult jármű műszaki mentését a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a kaposvári hivatásos tűzoltók végezték el. A gépkocsi utasai az eset során nem sérültek meg. Hírműsorunk végén sport. Sztár vendégek népszerűsítették tegnap a rendszeres mozgást és az egészséges életmódot a Somogyi Vármegye székhelyen. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola rendezvényén 8 szakosztály mutatkozott be. Még a kajakozást is ki lehetett próbálni csütörtökön a Dr. Bodosi Mihály Sportközpontban. Ezzel együtt a Kasi 8 szakosztálya mutatkozott be az Európai Sporthéthez kapcsolódóan. Mindezt úgy, hogy az érdeklődőket világklasszis sportolók és mesteredzők várták.
Én 25 évet kajakoztam, és a mai napig nagyon-nagyon szerelmes vagyok a sportágamba, úgyhogy én nagyon szívesen jövök ilyen eseményekre, ahol szintén át lehet adni azt a szeretetet, amit én kaptam a sporttól. Nekem nyilván az a célom, hogy minél több gyerekhez én is eljussak, és minél több gyerek halljon az én sportágamról is. Nem feltétlen vágyom arra, hogy mindenkiből kajakos vagy kiskenus legyen, de ismerjék meg a mi sportágunkat is, és hát valamit kezdjenek el a gyerekek. A kajakkenu mellett az atlétikával, a birkózással, a jégkoronggal, a judóval, a kosárlabdával, a röplabdával és az úszással lehetett közelebbről megismerkedni egy-egy állomáson. Én egy éve igazoltam át a Kasiba, és sokkal több lehetőség van, nagyon jó úszadában készülhetünk, nagyon sok csapattársam van, akik motiválnak, és így sokkal könnyebben mennek az edzések is. Jó emlékei vannak a kasis évekről Virt Balázs mesteredzőnek is. Én itt nevelkedtem, a Kasiba úsztam kicsi koromtól egészen serdülő koromig, úgyhogy nekem rengeteg barátság és rengeteg ismeretség származik itt innen, úgyhogy nekem a gyerekkorom gyakorlatilag. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola minden alkalmat megragad arra, hogy a rendszeres testmozgást és így az egészséges életmódot is népszerűsítse. Van egy ilyen szlogán, hogy sport nemzetből sportoló nemzet, ami igazából arra törekszik, hogy minél többen bekapcsolódjanak a sportba, minél többen szabadidejükbe, és ne csak azért sport természetesen, minél többen üzzék a sportot, és nem csak a legmagasabb szinten, hanem ha kell amatőr szinten, illetve hát a szabadidejükbe. Ez mindegyütt összefonódik azzal a kaposvári vonulattal, ami ugye a 2030-ra legyünk a legegészségesebb város. A kasi áldozatos munkáját jól mutatja, hogy csak sportiskolás keretek között nagyjából 1000 fiatal mozog rendszeresen. A kasi az egyik legfontosabb szervezet szerintem a városban, sportszervezet, hiszen az utánpótlás biztosítja a sporthoz, és nagyon nagy szerepe van abban, hogy a lehető legtöbb kaposvári gyerkőcöt ismertessen meg a sporttal, szerettesse meg vele a sportot, és ezáltal népszerűsítse a mozgásgazdag, egészséges életmódot. A rendezvényen a különféle bemutatók mellett számos játékos vetélkedő és egy jótékonysági futóverseny is várt a látogatókra. Bravúr győzelemmel kezdték a szuperligás pontvadászatot a kaposvári tekések, miután a Szántó utcai csarnokban legyőzték a bajnok Szeged együttesét. A közutasok 3597 fát gurítottak, ami nem rossz teljesítmény ugyan, de bizonyosan lesznek majd olyan találkozók, amelyeken ennél sokkal több kell majd, fogalmazott a mérkőzés után a somogyiak vezetőedzője. Ifjabb Horváth László tanítványai most szombaton 14 órától a Salgóbátony otthonában lépnek majd pályára. Főbb híreink még egyszer röviden. Szakmai és családi programok, kiállítók tudhatjaival ma est tartott a Kán Egyetemi Napok. Ez a Honi Agrárium egyik legnagyobb rendezvénye. Névadójára emlékezett a közelmúltban a Mate Kaposvári kampuszának roma szakkollégiuma. Ő Szent Andrási István festőművész volt. Amíg felújítják a Róma villát, addig az ottani alkotásokat és használati tárgyakat a belvárosban állítják ki. A kincses tárlat pár hónapig lesz látható. Közös gyakorlatot tartottak néhány nappal ezelőtt a marcali, a nagyatádi, a keszthelyi és a kaposvári hivatásos tűzoltók. További részletek internetes oldalunkon a kapos.hu-n. Fél nyolckor jön a Székely magazin, fél kilenctől pedig a Kaposvár-Szeged OB1-es vízilabda mérkőzés nézhetik meg felvételről. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A kapos.hu után már is jön az időjárás jelentés.
Holnapra megérkezik fölénk egy front, így változékony, szeles, esőkkel, záporokkal tarkított idő várható. A hajnali órákra 17-19 fokig hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 20 fok körül alakulnak. Vasárnap már felszakadozik a felhőzet, és több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Néhol azonban még előfordulhat egy-egy futó zápor. Az északnyugati szél megerősödik. Kora reggel 11-13 fokot, délután 16-18 fokot mérhetünk. Aztán a jövő hét elején megnyugszik az idő, és átmenetileg több lesz a napsütés is, viszont erősödik az éjszakai lehűlés, és helyenként talajmenti fagy is kialakulhat. Az időjárás jelentés támogatója a Bold Ingatlan Kft. Siófokon, a Kálmán Imre sétányon igényes kivitelben épülő Koloman Társasház ingatlanjainak értékesítője.